Skacok. Ez itt már az 1.0, tehát az első nagy frissítés a játékhoz. Kis frissítés. Ez, tehát, hogy a fejlesztő uraság nagyon szeret azzal a kifejezéssel nagyon szereti azt a kifejezést használni, hogy kis frissítés, meg alig jött valami, és tudjátok, mindig azt csinálja, hogy azt mondja, hogy alig jön valami, azt belerak 3-4 karaktert. Hát nem, ugye ez tényleg egy kis frissítés. Hozott nekünk 2 extra achievementet, egy power upot és egy challenge stage-et. Ez azt jelenti, hogy roguelite-os dolog, tehát a menübe tudsz majd valamit fejleszteni pénzért. Jött egy új pálya és egy új titkos dolog. Mivel a 2 extra achievement az azt jelenti, hogy a megjelenés utáni plusz achievement, tehát a játékotok, hogyha kimaxoltátok, az nem marad 100%. És a 2 új achievement az új power uphoz és az új challenge stage-hez kötődik. A titkos dolog pedig, hát én most el fogom nektek spoilerezni, hogy mi az. Na, hát az új pályához úgy lehet hozzáférni, hogyha meg lesz a level 80 egy karakterrel, mindegy, hogy milyen karakterrel, a Gallo Tower nevezetű pályán, és azt inverse-be kell tolni. Inverse módba kell tolni. A másik achievement a Seal, ami 10 elankos és 10 000-be kerül egy, az pedig akkor válik elérhetővé, hogyha már 10 vagy annál több itemet ben is eltél egy rán alatt. És ez a Seal, ez azt csinálja, hogy tehát a level up-os választásoknál, illetve a Light Souls-ból kieső pick-up-okat lehet benisálni már a meccs, már mint a kör kezdete előttről, tehát már gyakorlatilag te a menübe benisálsz itemeket, és erre képes a Seal, hogy gyakorlatilag a meccsbe a benisálni az már nem is nagyon kell itemeket, csak hogyha tényleg egy adott buildhez nem akarod, tehát például ki tudsz zárni fixen ránokból cuccokat, úgyhogy a nulla másodpercnél. Szóval ez a Seal, ez elég durva dolognak tűnik. Nagyon kíváncsi vagyok amúgy, hogy milyen. Itt tudjátok, hogy én szoktam mutatni nektek, hogy Redditen miket szednek össze ezzel kapcsolatban. A Seal az így néz ki. Tehát látjátok, hogy ennek már annyi rankja van, hogy itt ilyen kis, nagyon pici bejelöli ezeket a pipákat. Ilyen a Seal. A Tiny Bridge az pedig ez a pálya. Azt is majd megnézzük, hogy milyen, ki fogjuk próbálni. Szerintem egy 3-4 ránt ma biztosan fogunk menni. Tiny Bridge. Tehát, hogy ez egy ilyen pálya. Lehet menni balra, és lehet menni jobbra. A Tower pedig az, amikor felfele lehet menni, és lefele lehet menni. Na és ezzel kapcsolatos egyébként a titkos dolog. A szemfülesek már egyébként láthatták, hogy amúgy az micsoda. Ez az új pálya, ez 20 perces. És a titkos dolog az ezzel kapcsolatos, ugyanis, hogyha nagyon elmész jobbra, akkor ott lesz egy ilyen boss, és hogyha őt legyőzöd, akkor megkapod, mint játszható karakter. És hidden lighting ringgel kezd, ami 8 szintenként fejlődik. És akkor lő a lighting ring, hogyha megsebződünk. Tehát, hogy ez így működik. Mondom, ezt a karaktert is ki szeretném mindenféleképpen próbálni, hogy így milyen. És igazából ennyi jött ezzel a kis frissítéssel, és úgy gondoltam, hogy ha már ez kis frissítés, akkor megmutatom nektek, hogy a bétáról mit lehet tudni a következő patchről. Az 1.1.2-ről, ami Quality of Life-os frissítéseket tartalmaz, mint például, hogy ha veszel power up-okat, akkor ha éppen a curse nem akarod használni, mert azt szokták az emberek legtöbbször kikapcsolni, akkor azt úgy tudod jelenleg megcsinálni, hogy resetelsz, és kiraksz mindent,
kivéve a Curse-t. Na már most olyat hoztak be, hogy ki lehet kapcsolni. Ott van egy aktív gomb, ki lehet kapcsolni a power-upokat, amire neked nincs szükséged. Ez tényleg jelenleg a Curse-nél számít igazán, és talán még a Seal-nél is, nem tudom, hogy az hogy fog majd működni, hogy az hogy lehet lezetelni, meg miket beniseletünk a Seal-el, majd kíváncsi vagyok rá, de tényleg ennél a kettőnél lesz ez igazán fontos. Aztán a Treasure Chest-ek színe most már el fog térni, majd az 1.1.2-nél természetesen, ez egy fontos információ, és hogyha egy Arcanás Treasure Chest-tel találkozol, annak kék színe lesz, tehát nincs az, hogy ott van a földön 10 láda, és melyikben van az árkana. Nem lesz most már ilyen kérdés, mert látni fogod, hogy az bizony kék. Amikor a Treasure Chest skippelhetővé válik, akkor amiben már csak pénz van, annál nem fogja lejátszani ezt a ládanyítós animációt, hanem rögtön odaadja neked a pénzt. Igazából ennyi. Ja, és amikor árkánás ládát nyitsz, akkor nem lesz ládanyítós animáció, hanem rögtön az árkánák közül tudsz választani, tehát ez is egy tök jó változtatás. Én örülök neki, hogy az ilyen közösségi visszajelzésekre figyelnek. Tök jó. Hát itt jött egy pár fix, de nem hiszem, hogy ez itt most bárkit is érdekelné, el tudjátok olvasni. A cool változtatások azok mindenféleképpen jók. Kíváncsi vagyok, hogy mit hoz majd a következő nagy update, úgyhogy most játszunk is. Aha, ben is az azt jelenti, hogy amikor elkezdesz egy ránt, akkor azon, abba a ránba el tudod küldeni, hogy azt az itemet az alatt a rán alatt soha többé ne kap meg. A Seal pedig annyival több, hogy a Seal konkrétan a játékból zárja ki, tehát mielőtt még elkezdenél egy kört, már abba be se kerülhet bizonyos item, sőt, nem csak hogy level up-os item, hanem földről fölvehető pick-up-ot is tudsz beniselni a Seal-lel. A kertbe hozzá kell építeni a házhoz, amúgy tervben van, hogy kibővítjük ilyen kinti nem tudom mivel. Kibővítjük a házat úgy, hogy az erkély alatti részt, a fölöttünk levő erkély alattig kibővítjük valamivel, és akkor például a karácska WC-t, meg egy csomó mindent oda ki lehetne pakolni. Ami olyan. Szóval, ja, a tervben egyébként lakásbővítés ebből a szempontból. Nem tudom, hogy ezt hogy hívják, szenzor az a helyzet. Igen, a Seal az a preben is, igen, igen. Nekünk kertes ház van tavaly óta, 94 négyzetméter alapterület. Hát az egy komoly meló az a járó teendők felújítás, meg ilyenek is, András, hát az nem egyszerű. Sokan azt mondják, hogy műanyag nyílászáróval rakják körbe az erkét. Már nem emlékszem, hogy mi volt a terv pontosan ezzel kapcsolatban, de igen, terve van, hogy kibővítjük így a lakást. Ugye most itt nem látjuk a Seal-t, mert beniselnünk kell hozzá 10-et. Kollekcióból látjátok, hogy minden megvan. Az állókokból pedig hiányzik 3 dolog, ez ugye 3 achievement. Én azt mondom, hogy csapjunk 2 legyet egy csapásra, nyomunk Inverse Gallo Tower-t level 80-ig, és túlélünk 30 percet Gallóval vagy Divánóval, és hát akkor 3 legyet csapunk, és beniselünk 10 itemet is. Nem tudom, Gálóval, meg Divánóval lehet beniselni 10-et? Ez egy nagyon fontos kérdés, én nem tudom. Aha, lehet. Lehet beniselni 10-et, mert ugye annyi a max jelenleg, ugye az a max benis szám. Oké. Gáló vagy Divánó? Aha. Tehát van Iguana Gáló Valetto és Divánó Telma. Ő az armoros, ő pedig a grótos.
Hát akkor én azt mondom, hogy Gálló az egyértelműen egy jó karakter. Ez egy jó karakter. Egy extra szinttel kezd, és growth-ot kap 5 szintenként, ami gyakorlatilag 50%-ig felmegy. Mikor lesz Tarkov? Hát, soká. Én azt mondom neked, hogy soká. Ja, én azt mondom, skacok, Gálló. Gálló lesz az emberünk. Igen. Azon ajánlok, hogy akarunk-e limit break-elni. Amúgy hogy a fenében akarnék limit break-elni? Ennek a karakternek elég egy shield. És elég egy lancet is. Tehát akkor 2 max fegyver. 2 max fegyver. És ez így mehet szerintem. Vagy jöjjön még amúgy 3. És akkor még egy pentát is hozzáteszünk. Hát kis András. A kertes ház az egy rohadt jó. Az egy rohadt jó lehetőség, én azt mondom. Ja, most peregnek a WoW reklámok, meg a Nintendo-s reklámok. Annyi, hogy ha most kaptál reklámot, akkor fél óra múlva lesz a következő, tehát addig biztosan nem kaptok. Gálló? Az Inverse Gálló Tavern. Jó, és milyen zenével? Ugye most már vannak B oldalas zenék. Amúgy mehet a Gálló Tavernnek a másik oldala. Ez az. Inverse. És még tart az előrejelzés. Sikerülni fogja a kitűzött cél elsőre, hogy meg lesz-e mindhárom achievement, igazából ez a kérdés. Tehát level 80-at elérni a karakterrel, 30 percig túlérni és 10 itemet benisselni. Hát akkor oda kell is amúgy a limit break. 10 itemet benisselni? Azt sem tudom, mennyi item van. Hát amúgy csak tudunk annyit benisselni. Ja. Ha megnézem amúgy, egy pillanat. Tehát, hogy... Vampire Survivors Items. 10-et kell benisselni. Aha. Hát ugye kell nekünk a Metagliolift, és kell a két gyűr is, tehát az 4, tehát azok mindenféleképpen kellenek. A Torona boxot például lehetne. Hol az egerem? Tehát lehetne Toronát. Pillanat, srácok, csak összeírom gyorsan. Toronna. Azt lehetne benisselni. Lehetne benisselni a Skálloméniákat is. Skálló. A Tiragisút is lehetne amúgy. Tiragisú. Stone Maskot is lehet. A Korona az kell. Tehát azt nem. A Clover. Clover is mehet benisre. Hát, amúgy én az Attraktorbot is benisre tenném, de egyelőre azt csak úgy odaírom, mint plusz egy. A szárnyakat is mehet benisre. Wings. Duplikátor is mehet. És akkor még mi mehet? Projectile Speed. Hát amúgy én ideírom a Spellbindert is. Jó, az a helyzet, hogy igazából én most felírtam ezeket, de még fegyvereket is lehet benisselni. Nem fogok izgulni ezen, mert meg tudjuk csinálni. Tehát, hogy a feladatunk az, hogy tizet benisselni kell. Tizet meg benisselni tudunk. Tehát fegyverekkel együtt nem lesz ezzel gond.
10 or more weapon. Aha, tehát fegyverek beniselése kell. Akkor ez egy más kérdés. Azt mondja, hogy weapon. Tudunk annyit beniselni? Hány weapon van amúgy? Az a kérdés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jó, hát az se lesz amúgy gond. Jó. Mennyi van amúgy? Végig számoljuk. Újra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Jó. Oké. Tehát akkor nem a passzívokat kell beniselni, hanem a fegyvereket. Jó. Ez fontos volt, srácok. Köszi szépen amúgy Ragosán, hogy felhívtad erre a figyelmet, mert hát ezt majdnem benéztem. Jó. Hadd szóljon. Nem szabad felvenni a második fegyvered, mielőtt kész a 10-ben is, mert akkor nem fog 10 fegyver bedobni. Ja. Jaja. Jaja. Úgyhogy például a pentát, azt gyakorlatilag annyira el kell húzni, amennyire csak lehet. Na nézzük. Na és akkor mivel akarunk kezdeni, mert én már nem emlékszem erre, azt mondja, hogy counterpart az biztosan nem kell nekünk, projectile az nem nagyon van ebbe a buildbe, itt a fagyasztó robbantó kell, már így az elején én azt mondom nektek, ez az. Az out of bonds az így gyakorlatilag nagyon jó start, tehát ez az, ami nekünk kell. És akkor felvesszük a Laurát. És akkor mehet a Ben is. A Shadow Pinion az biztos, hogy nem kell nekünk. Ez volt egy Ben is. De jó. Az jöhet. Az AOE, az jöhet. Ott jelzi egyébként alul, hogy hány benisünk van. A Sigmával csináltam, az cheat. Nem cheat. nem az. A Lancet-et lehetne úgy fejleszteni, de szerintem így az első pár körben amúgy jók vagyunk. Bosszokat nem tudom, hogy fogunk ölni, de hát ügyesek vagyunk. Ügyesek vagyunk. Emeltek se, hogy nézd meg, negatív. Milyen negatív ez a Konix. Kéne a könyv nagyon például. De jó. Robbanj, ez az. Na ott a pentánk például, már most. Na ez például kellett, hogy a Lancet-et upgrade-eljük, hogy sokkal gyorsabban lövöldözzön. Na ott az empty tomb, az így nagyon kell. Még a Lancet. Tovább tartson az effekt. Még mehet a Lancet. De jó. Nagyon jó.
Majd mindenkinek közben egyébként, srácok. Greatest Jubilee. Amúgy... Ez a Jubilee amúgy nagyon jó cucc. Hát amúgy lehet, hogy 4 itemmel kellett volna limit breakelni. De pentázunk, pentázunk. Jubilee. Hát Jubilee vagy a Penta, nem. Igen, ez a Brotato 2. Igen, igen. Én most ezt azért csinálom ilyen nehezített módon egyébként Pixel Hunter, mert 3 achievementet akarok egyszerre csinálni. Gyakorlatilag ilyen kihívásnak is megtalál. Ezt sokkal könnyebben is meg lehet csinálni, ugye? Ezeket a dolgokat külön-külön. A 10-ben is például. Hát mehet az area. A challenge-ek a challenge. Na, jött egy boss. Amúgy mehet a korona. Na nézzük, hogy boss... A boss azt kapta. De nem hal. Jó, lehet, illetve a Laurel. Nem hal. Wicked Season? Most az hirtelen nincs meg Zoltán, hogy az melyik. Ha Game Killerrel kezdtem volna, az lett volna az iszonyatosan kemény. Empty Tomb. Amúgy nagyon jó hangja lett, srácok. Nagyon jó hangja lett a ládanyitásnak. Nagyon tetszik, hogy ezt megváltoztatták. És a jó irányba. Girls, Greed, Luck, Growth. Aha, aha. Amúgy azt tetszik. Azt amúgy be is vállalnám. Az vicces, az vicces. Ó, nem csak mobilra szaporodtak meg az ilyenek Zodiac. Gyakorlatilag mindenhol is ilyen gémet nyomnak, ugye, mert könnyű. Könnyű megcsinálni. Na, a Spellbinder az amúgy jó. Az amúgy jó ebbe a buildbe. Ja. Effekt tovább tart, az jó. Na hát a density-ünk most már maxos. DS-hez valami guide oldalt? Mármint, hogy a Dark Souls-hoz? Aha, Demon Souls. Na, látod? Látod. Hát figyelj. Demon Souls az? Hát ez egy jó kérdés. Én most így hirtelen nem tudom. Nem tudok neked okosat mondani ezzel kapcsolatban. Our modest fellowship expands.
Szemelsz, hát nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. A 69-et a csatornán, mint feliratkozás ajándékozás. Köszi szépen, hogy ezzel Esebátnak a 10. hónapját lehetővé is tetted. Köszi szépen. Aha, Candelabradort még fejebb lehetne húzni. Meg a Laurát is. Köszi szépen, és köszi szépen a pergetést is, kacok. Laurel. Oké, megöltük a boss-t. Meglett a Laurelünk is, 6-os szintű. Már majdnem ritmusra megy amúgy a lövöldözés. Flames of Misspell, Laurel. Hát jó, amúgy beniseljünk már egyet. Beniselünk egyet, jó srácok. Jöhetne gyorsabban az enemy. Lehet, hogy kellene az a plusz körz. Vannak új fegyverek? Hát, most nincs. Most nincs új fegyver. Legalábbis ez a patch nem hozott új fegyót. Új pálya jött, meg új power up, meg új titkos karakter. Ja, ez a Flames, ez neked új? Ja? Hát igen, akkor az új, hogyha te még nem láttad. Igen, igen, jogos. Na, a Laurelt maxoljuk ki. Jó. És a feladat, hogy 10 fegyvert beniseljünk. A pentának bent kell maradni, ez nagyon fontos. Vélet a Spellbinder igazából, hogy tovább maradjon a fagyasztás a targeteken. Persze, Candelabradort kihúzzuk. Sziasztok, sziasztok, skacok, üdv mindenkinek. Attraktor nem kell, hogyha pentázunk, úgyhogy én azt mondom, hogy Spellbinderen lehet húzni, de én beniselek egy fegyvert, ha már most itt van. Ha már most itt van a VIP, akkor kibeniseljük, és akkor ez lesz a negyedik. Nagyon fontos, hogy power up-ot nem szabad beniselnem. Csak fegyvert. Na, ott egy madár, mehet rá a benis. Remélem, hogy ez a Flames of akármi, amúgy az fegyver, tehát az fegyver az a Flames of akármi. Csak nem emlékszem, hogy fegyver slotot foglal le. Abban nem vagyok biztos.
Tames of Nispel az igen, az előző patchekbe jött, az nem mostani, de hogyha valaki az előzőt csinálta, akkor az újnak számít végül is. A Flames of Mispel fegyverszlotot foglal? Oké. Okay. De jó látni, srácok, itt a 9. perces darát, nem? Na én most azt mondom, hogy tehát az armor és a pumarola az nem kell nekünk, de itt a Spellbinder, a pentát meg nem szabad benisálni. Ezt most nagyon jó látni, hogy ennyi nem jön és ennyi XP-t kapunk. Hát ez fantasztikus. Na, beniseljük az Axe-t. Nem, sőt, a Larobbát. A Larobba ő fegyvernek számít, és ő lesz akkor így a 7. Nagyon jó látni ezt a darát, mennyire kapja az enemy. Volt egy piros is, úgyhogy mert a Gati Amar is. A cicákok. Na, ott van egy hagyma. Igen, a Larobban a Kinder tojás ikonja van. Na most el kell hoznunk a Spellbindert. Próbálom a rerollt azt tartogatni ugye az árkánás ládákra. Ventus Akro is fegyvernek számít. Egy Evolve fegyver. Na hát elvileg most megvan a 10 ben is. A 10 fegyverben is. Úgyhogy most már 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ugye? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 benisünk volt, igazából elment. Elment mind a 10 benisünk, srácok. Hát ez 10 fegyver, amit elbeniseltünk, ha most kilépnek, akkor meg lenne az achievement. Ugye? Jól mondom, skacok? Nem mondok hülyeséget, igaz? Köszi szépen. Jó, akkor megyünk tovább a pentával. Az igen, meddig tart ez a lángszóró? Ja, igen, a Spellbinder még azt is növeli. Nagyon durva volt ezt látni, hogy meddig lángszórózunk. Na, 11. perc, most már 12. percbe járunk, és 43-as szintűek vagyunk. Igen, esély kell arra, hogy a penta ne irizeljen itemeket, ez fontos, ez nagyon-nagyon fontos dolog. Itt lent vagy fönt vannak a jó itemek, úgy értem, hogy a jó gyűrű vagy a rossz gyűrű. Tehát merre van a pozitív hatásokat adó gyűrű, meg metaglió? Lent vagy fönt? Merre induljak el először? Felfele vagy lefele? Az ezüst a jó? Akkor felfele kell menni. Köszi szépen. A harmadik achievement az az, hogy gálóval el kell érni a level 8. Túl kell érni a 30 percet. Én nem csinálom, tehát hogy nekem nincs meg sajnos, valamiért az achievement, az item megvan, de az achievement nincs meg a bracelet-ben, mert ha jól tudom, ezt a bracelet-es achievementet, ezt később hozták be, mint magát a bracelet-et, tehát nekem a bracelet az megvan, csak a hozzátartozó achievement nincs meg.
Úgyhogy nekem az a harmadik, mert ugye kettő új achievement jött, és én ezt nem csináltam meg legutóbb. Szia, Meron! Igen, igen, az előző patchbe hozták a hozzátartozó acsit, igen, igen. Kell majd egy láda, ami hozza az evolvot a pentának. Na ez most 45%, az annyit jelent, hogy most már megvan a 100% nem irízelés. Az helyzet szerintem kitöröltük a 11 perces árkánás ládát. Itt is 11 percnél van, igaz? Ja. Azt szerintem kitöröltük a pentával. A szívás mondjuk. Ha 100%, akkor hogy törlünk? Tehát 100%, hogy a penta nem töröl, a 105%-on van jelenleg. Ez olyan furán működik. 105%-a tud a penta itemeket törölni? Vagy én maradtam le valamira. Csak az evolve-val nem töröl. De ott van oda írva, hogy a penta 45% esélyen nem töröl, illetve ott van a luck is, tehát a luck is hatással van a pentára. Ja. Ja, hogy a luck az csak szorzója ennek a számnak. Ja, értem. Azt hittem, hogy ez összeadódik a 2%. Ó. Ez mondjuk sokat elmond, srácok. Köszi szépen. Nem tudtam, hogy ez így működik. Jó, még egy szintet kell lépnünk. És abba lesz az evolve, a penta evolve. Szia, Ben! Szevasztok, srácok! Ja, hát a Spellbindert felvettük volna a pályáról, amúgy. Hát ez nyilván nem egy tökéletes rán, egy 100%-os rán. Mi a helyzetben? Na, adjad a penta evolve-ot. Georges Moon. Na most már nem kell amiatt izgulni, hogy nem veszük fel az XP-t, ugye? Projectile speed. Reroll. Duplikátor, igazából nem. Damage növelés, az viszont jöhet. Meg amúgy az armor. Jó, amúgy nekem tetszik igazából az armor is. Jó, legyen az armor. És spenót. Armor, spenó. Tű. És ugye most fel kell mennünk az itemekhez. Kell amúgy hagynunk ládát arra, hogy tudjuk fejleszteni az itemeket. Na, ez lesz most a jó, mert a random always. Ha jól tudom, a penta evolve-ot, azt már nem lehet limit break-elni. Hát ez most ugye úgy fog kinézni, hogy a penta evolve, mert
Igen, a pentai Evolve az most nagyon sokszor fog szintet lépni, ahányszor. Ahányszor szintet lép. És most ugye egy csomószor szintet lépünk. Én kontrollára elnyomom. Kontrollára elnyomom, srácok. Akkor ezek szerint a penta is tud szintet lépni, hülyességet mondtam. Bár nem tudom, hogy mibe. Ha a penta 8-as. Az a jó, hogyha a penta lépi a szinteket, mert a Lancet, illetve a Laurel az nem fog tudni szintet lépni így. A 80-as szint az szerintem nem lesz para, tehát az simán összejön. A 30 perces túlélés az lesz a riski. Az lesz a riski. A gárdiánok. Gárdiánok megölése. Fél óránként van reklám, úgyhogy 20 percen belül nem láthatnál két valós reklámot. Vagy legalábbis az én csatornámon nem. Állam, be van állítva, hogy fél óránként reklám van. És ugye ezt elmondtam, hogy miért így van beállítva, mert így kapjátok a legkevesebb reklámot a csatornán. Illetve így nincs az az idegesítő dolog, hogyha belépsz a streamre, akkor nem jön az arcodba a reklám. Úgyhogy ez a leg user-friendlybb, amit így be tudtam állítani, össze tudtam nektek hozni. Mountot kap, ami annyit tesz, hogy több XP-t ad. Oh! Ja, szerintem akkor ezek szerint már eltelt fél óra Codex amúgy. Ezek szerint eltelt fél óra. Ki tudom elkapcsolni teljesen a reklámot? Nem. Ez platform szinten kötelező. Ennél csak többet tudok beállítani. Azt hiszem van róla egyébként volt, hogy elmondom nektek, hogy hogyan lehet a reklámokkal, hogy hogyan működnek a reklámok, és hogyan tüntetetitek el. Mi az a három, vagy két-három legális mód, amivel eltüntethetitek a reklámokat. Jöhet még reklám? Na, basszus, én ezt nem akartam felvenni. És mennyi a legsűrűbb, ami lehet? Hát ezt most így meg nem mondom, szélre kartoló. Ezt most meg nem mondom. Azt tudom, hogy lehet olyat is csinálni, hogy 4 perce, 4 vagy 5 percig tart a reklámszünet. Hát ez ugye nálunk nem biztos, hogy működik, mert nincs annyi reklám a régióban. A VIP-val is van reklám egyébként. A VIP az nem mentesít a reklámokkal. Amúgy az egyik a feliratkozás, a másik a Twitch Nitro. A Twitch Nitro a teljes Twitch oldalán reklámmentességet biztosít. A harmadik meg már nem tudom.
Azt hiszem 13 euró a Twitch Nitro. Annó ugye a Twitch Prime is reklámmentességet adott, de hát... gyorsan változtattak ezen. Egy a csimán megvan? Kettő megvan. Mert benne is eltünk 10 itemet, illetve meg lett a level 80. És most már csak 30 percig túl kéne élni. És ez még mindig kockázatos. Mert a két legnehezebben evolvolható fegyvert választottam magamnak. Hát amúgy nem tudom egyébként, hogy mi az a szitu, amikor megéri a Twitch Nitro. Hát ez a Twitch Nitro akkor éri meg, hogyha sok streamert néztek, és nem csak egy-kettőt. Ha így nagyon sokat váltogattok a streamereknél, vagy sok játék érdekelteket teszem azt, akkor megérős a Twitch Nitro, a reklámmentességét illetően. Ez most két láda? Hú, fett. Harminc perc is simán meg lesz szerintetek? Legyen úgy, srácok. Na, ugye most már össze lehetne hozni a... megvan mindkét gyűrű, már csak szintlépés kell. Huszonegyedik perc, szóval jön a következő árkánánk. A Guardianok azok majd meghalnak az evolvolt fegyverekkel, amúgy. Az a gond, rám jönnek a Guardianok, akkor meghalunk. Hát akkor nem kéne lejjebb mennem. Nem tudok lemenni az utolsóra, de nem baj. Ez nem baj. De fukar az XP-vel a játék. Na hát az egyik Guardian legalább meghalt. Jaj. Jó. Még. Új. Nem sok hiányzik, srácok, az a durva. De jó. Felezi az ellenfelek HP-ját. Jó, most már csak a damage negálás kell. Damage negálás nyilván jobb lett volna.
Jó, most lejjebb kell mennünk, mert egyébként az XP-nk pazarlásba megy. Már csak egy Guardian van. Az új Guardian, már csak ő van. Oj. Egy revive-unk van. Meghaltak a Guardianok. Ez nagyon nagy, mert ugye feleztük a HP-jukat. És itt van Rákúr egyébként. Megjött Rákúr. Még egy szint. Jó, megvan. Rákúr. Na, hát ez de negálja az ellenfél sebzését, úgyhogy most már GG easy. Get rack noobs, meg ilyenek. De jó. Tehát most, hogy ez megvan, most már easy a dolog. Most már azt mondom nektek, hogy hello világ. Szevasztok, srácok. De ez még nem jelenti azt, hogy megvan az achievement, ugye, mert még nem éltünk túl 30 percig. Ebbe elvileg árkana van. Így van. Tehát a második árkánánkat, a 11 perceset, azt konkrétan... hát igen. Azt elölöm. Tüntettük. HP recover. Az a helyzet, hogy... Damage reflect. Nem is tudom, mit lehetne ide kérni, megmondom őszintén. Diszkó. Egy jó game killer. Banish reroll. Illúzió. Az helyzet, ez már nem működik. Ez már nem működik, mert ugye nekünk Evolvolva vannak. Itt a Wicked Season. Mehet amúgy, mehet a Wicked Season. Na most lák a következő, amit kaptunk. Na, 28. Perc vette kezdetét. Na
ez meg a Curse. Most Curse van, ezerrel körzöl az ellenség. Azért sebeznek. Azért sebeznek. Ott valamit kidobott nekünk az ellenfél. Hát én lejjebb megyek egy kicsit, kacok, hát ha itt van HP. Oké, itt volt HP. Ott a fagyasztó. Még egy fagyasztó. Itt járunk még egy kicsit, és akkor lefagyasztjuk a mindenséget is. Nehogy már itt azt higgyék, hogy júj. Ujj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 
srácok. Mert a Jubilee. Mondjuk azt pont banishátuk, nem? Nem tudom amúgy. Lehet, hogy most elszúrtam. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, hát ez megvan. Ezek szerint nem a Jubilee-t banishátunk. Jól van. Vagy kapok ajándékot? Ez egy nagyon jó kérdés, mert nem emlékszem. Már nem emlékszem. A Jubilee azért kellett, mert hát ezzel nagyon sok item lesz körülöttünk. Nem emlékszem már, hogy az ajándék az hogy jön. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Szemáz, köszi szépen a 70. ajándékot. Köszi szépen, hogy Rántának így a 6. hónapját is lehetővé tettem. Még kérünk egy fagyasztót, meg még egyet. Ott van kaja is. Az helyzet, itt nem fogunk tudni meghalni, srácok, mert iszonyatosan kemény arcok vagyunk. Senki nem tud minket megölni. Mi öljük meg a halálokat? Ott is van a laza 30 perc túlélés. Az achievementeket még nem kaptuk meg, reméljük, hogy... Jön értünk a szürke halál. Köszi a pergetést. Nézd meg. Ezek lezárják az előrejelzést, de nincsenek meg az achievementek. Kilépünk. Amúgy elnyomjuk a revive-ot. Amúgy a kilépés. Megvan mind három. Ott van, srácok. A bracelet nekünk már megvolt, de az achievement nem. Úgyhogy az is megvan. A 10 vagy annál többen is az is megvan. Illetve
Level 80 az Inverse Gallo Tower-on. Ennyi. Srácok, állokoltuk a Sziet, meg az újabb pályát. Mit jelent az, hogy 3,7G? Hát ez gyengébb, mint a 4G. Látjátok, itt ott az 5G is azért, tehát hogy tudom, hogy mi a jó, az 5G, de a 3,7, ez már majdnem 4G, ugye? A milliónál nagyobb a G, gondolom én. Úgy jön, hogy MBG, ha tippelem kell. De hogy mit jelent? Gilio? Nem tudom. Gratula mindenkinek, srácok. Gratula mindenkinek, aki most nyert. Állokkokból, látjátok, megvan minden, kollekcióból megvan minden, a power-upból pedig most itt lesz a seal. A collection menüből tudunk benisselni. Azt figyeljétek. Hát ez egy drága mulatság volt, rögtön elvertünk szerintem 1 milliót. A szírre, és olyat tudunk csinálni, hogy ide jövünk. És azt mondom a játéknak, figyeljetek, azt mondom neki, hogy soha nem szeretnék látni ilyet. És ennyi. Tehát, hogy duja frittát már nem fog dobni nekünk a játék, illetve fagyasztót se. Ugye ezeket lehet megcsinálni. Vagy például sose szeretnék látni most már a játékaimba cicát, meg mit tudom én. Itt nem akarok látni. Hagymát, és akkor fel se dobja, és nem kell benisselni. Na, eldobjuk a késeket. Amúgy a késeket azokat lehet, hogy pont meg kéne tartani. Magic van, nem kell. VIP és kés. Valami késes bildet lehet össze kéne hozni. Amúgy nem tudom. Mindjárt megnézem, srácok. Pillanat. Amúgy igen, tehát hogy az késes VIP-es pályát megyünk, tehát hogy csak rá kéne néznem. 3 hónapja volt. Nem baj, azért jó lesz ez. Tehát amit én most nézek, az, hogy a Synergy chart. Jó, ez kell nekünk. Kés VIP, oké. Okay. Oké. Na. Shadow Pinion. Nem, ezzel se játszunk. Song of Mana se kell ide. Na, Song of Mana se kell ide. Runetracer, hát amúgy. Az mennyire illik ide? A Runetracer. Mert nem látom, ja, ott van. A Runetracer amúgy jöhet. Ja, az jöhet. Az jöhet. Ez hány item? Kés. Amúgy az helyzet, hogy az ág sem jó itt. Tehát a kés. Az jöhet. Jöhet. Amúgy a cross is jöhet. Igen. Kés, cross. És a Firewand is amúgy mehetne. Runetracer. Az helyzet, hogy a Fierader, akármi, azok nem kellenek, tehát a puskák se kellenek. Uha. Hány fegyverünk lesz? Akkor madarakat hozzunk meg, izét? Ibriát? Jó. Jó. Song of Mana. Igen, Song of Mana az ugye nagyon jó. Hát a Cherry Bombot meg a Karélót is lehetne, nem tudom, virágfingás. Itt tudom én, itt most már tök mindegy, hogy mit benisenünk. Jól van. Start, és akkor Projectile. Aha. Jaj, max 3. Aztán a Projectile-osból ők kellene nekünk. Mik vannak amúgy? Van-e valami vicces karakterünk itt lent? Amúgy Sigma, de az helyzet a Sigma full csalás. Sigma elég OP karakter. Elég broken-ránt hozhatnánk. Amúgy legyen Sigma.
Gyere, Sigma, téged szeretünk. És hát, hogyha lesz limit breakelés, akkor is 6 fegyverrel. És a Sigma eljön, skacok a Tiny Bridge-hez. Jó, Tiny Bridge, és a Tiny Bridge-nek meg kéne keresni a zenét, ha van. Aha, van. Jó. 20 perces. 20 perces menet. Na és mit akarunk a Sigmával? Volt itt valami arcana neki, a slash, hogy kritál. Például Divine Bloodline. Ja, amúgy ez is jó. Ez is jó. Damage reflect. Nem tudom. Amount. Amúgy a crit elős kell nekünk, tehát az helyzet, hogy ilyen fegyverekkel fogunk gyakorlatilag játszani, amik itt vannak. A VIP-edben is álltam amúgy. Ja, jobbra kell mennünk, igen, igen. Ezt most újraindítom, skacok, tehát, hogy már nem emlékszem, hogy hogy most gondolom nem lehet megnézni, de meg kell, hogy nézzem. Kollekció, és a VIP az benne is el van, GG. Hát én erre csak annyit tudok mondani, hogy GG. GG, Hunter, ki benne is elted, ami kell. A Cherry Bond. Jó, amúgy a Carillo is amúgy ez. Azt ki kell hozni. Azt ki kell hoznunk. Tehát, hogy a Chilékkel játszani, az egy olyan dolog, hogy az kell. Ezen a pályán, ne vicceljetek, Chilékkel játszani. Ja, ez a ben is nem csak az adott rána vonatkozik? Aha, ez a seal, ez gyakorlatilag elzárja a ránokról. a Jubilee. Gyere, Jubilee. Ott van, látjátok alul, hogy mik azok, amik nem jelenhetnek meg. Na és akkor most már jött az ömáuntos. Aha, jó. Na várjál, most a randomra nyomtam rá. Édes Istenem. Akkor mehet újra. Édes Istenem. Semmi gond, srácok, direkt csináltam. Na hát így rögtön más a szituáció, azt mondja, hogy mehet a VIP. És hol van, amit én akart? Itt. Így van, három a magyar igazság. Így van. Na és akkor még valami vicceset ki kéne raknunk ide a végére. Bounce-olás. Amúgy mehet. Erre kíváncsi vagyok. A csínét amúgy ezt meg tudjuk venni. Madara. El a felének a madár. Vegyük már meg a csílét. Szerintem megengedi a játék. Ja, visszamegyünk mindjárt a Vendorhoz. Na nézzük. Ha ott van. Veszünk egy candy boxot is. Na és akkor veszünk egy Jubilit. Így van. És akkor még van hely a késnek is.
A Jubilee az evolvol valamivel? Most itt hirtelen nincs meg, srácok. Ide kell nekünk a fekete szív. Spenót. Kell nekünk spenót. Aha, Firewand. Firewand bent van-e? Bent van. Aha, hát szentelt víz, az mehet benn isre például. Szóval... Nem emlékszik valaki, hogy a Jubilee Evolve-jához mi kell, srácok? Már ha van. Illetve a Victory Swordnak mi kell? Wow. Nincs a Jubilee-nek? Victory Swordnak a korona. Oké, és köszi szépen. Remélem az nincs szílálva. Nincs. Köszi szépen, srácok. Korona jöhetne amúgy. Legyen többen nem én. A késeknek kell a brészár. Jó. Természetesen húzzuk tovább a csílét. Hard. Amúgy láttam, megnéztem Zoltán, hogy ki ellen kell harcolni, én már láttam az elején, hogy milyen lény lesz jobbra. Úgyhogy... Ez már számomra nem spoiler. Chile legyen még gyorsabb. Most szerintem nem kell nekünk a penta. Sziasztok, Kárcó! Ugye nem felejtsük el, hogy 20 percig megy ez a ránd. A 20. percig megy a ránd. Mármint, hogy a 21. elkezdéséig. Bum-bum, kicsi kocsi százalt.
én tehát hogy a Chillét azt nagyon fánnak gondoltam erre a pályára. Mint ahogy a Gallo távolra ott van a Song of Mana, itt a Chille az így nagyon jó. Fejrítem még agyalok, hogy akarok-e olyat. Szerintem nem akarok olyat. Na, a Runetracer az jöhet. A Runetracernek az armor kell. Ugye a Ventus-akót bent hagyhattuk volna. Ez egy lila kartnál sokkal erősebb a hagyományos kardnál. De eddig élt. Mégis miért is nem? Miért is ne jöjjön a duplikátor? Amúgy hol az egerem? A másik monitoron. Jól van. Azt hittem, hogy kitakarok valamit. Tetszik, hogy a Runetracer beakad a pályára. Nem megy a pályán kívülre. Kéne még amúgy az empty tomb is. Korona és az armor kell nekünk. Uhó. Nagyon jó. Nagyon jó. Armor kéne még nekünk. Uhó, nagyon jó. Gyakorlatilag megvan a build. Ugye ahhoz, hogy a Victory Sword elvolvoljon, ahhoz meg kell csinálni a Toronát is maxosra. Csak úgy működik. Én még azt hinnétek, hogy most a Big Man jár a házhoz, hát nem, sajnos ezzel a build-el még nem. Még nem áll a ház az a Big Money. De a Viper húzom, hogy meglegyen az Evolve azért. Neki előbb meg lesz az Evolve-ja. Na hát ugye most már a ládából meg lehetne. Beszipantunk minden XP-t. Korona még. Hiába ölünk mindenkit, ez még kevés. Az empty tomb-mal a nagyobb jóért megyünk. Még.
Hát mindenkit lelehelünk ezzel a 10-es cuccal. Szia Ben, köszi szépen, hogy bekutnakodtál, szép napot nekem. A gyere. Ját a sílám. Ez egy nagyon veszélyes lehelet, igen. Itt vannak a szárnyak. Jöhet majd az orbit egy kicsit később, szemez. Hát, gyere Rune Tracer. Aha, jöhet még a csílem. Még MP-tom, az nagyon fontos. Na, a nagy kardok hozzák a ládát. Egy koronán én azért még fejlesztenék, srácok. Csak azért, hogy hát, ha a Victory Sword fejlődik. Oké. Okay. És még egy szint kell a torónának. Az utolsó. Hát akkor ez most Jubilee lett. Ó, és ott is van. Nézzük. Hát ez nem a... Ez nem a Victory Sword upgrade-je lett. Nem baj. Ez is nagyon jó. Igen, igen, a Rune Tracer nagyon jól néz ki, hogy ennyi megy ki belőlünk. Ugye most az a szívás, hogy nem látom a HP-nkat. De valószínűleg ilyenkor sérthetetlen vagyok. Ez az easy pálya? Aha. Legalábbis ezzel a build-el remélhetőleg az. Az lesz. Remélem a boss-t azért látni fogjuk. Szóval, mi az, ami most amúgy történik? Hát, iszonyatosan sok damage ki van osztva az ellenfelekre, és ők ezt nagyon kapják. Amúgy ez a robbanás, ez a
Victory Sornak az Evolve-ja csinálja. Tehát amit látnunk kellene, jobbra kell mennünk, hogy találkozunk egy nagy bosszal. Egy kék bosszal. Egy nagy kék bosszal. Most nagyon nézem, srácok, a pályát. Néha egy kicsit galaxissá változok, srácok, de utána jobban leszek. Vagy én akarok galaxissá változni, vagy a galaxis akar E-Hunter, én nem tudom. Tehát és akkor ez még csak nem is az a build, amire azt mondja az ember, hogy te jó ég, mi történik a képernyőn. Tehát ez még ilyen kis lighty. Ez még ilyen kis lighty. Na. Ezt kitesszük azért, hogy a csílék azok még durábban nyomják. Divine Bloodline kéne? Ó. Oh. Jogos. Nem hülyeség, amit mondtál. Ha, Wing. A Wing az azért kell, hogy biztos odaérjünk a bosshoz. Ott van. Srácok itt, ő az. Ha valaki esetleg nem tudná, hogy most mi van, megcsináltuk. Tehát, hogy megvan, megszereztük. Kiszabadítottunk egy karaktert, de a vámpír egy másik, mi az? Koporsóban van. Skorei Oni. Durva egyébként, hogy Benishelve van a Ventószakró, de mivel felvettük, ezért még upgrade-elni is tudjuk. Lehet, hogy a vámpírt egy másik game-be kell keresni, amúgy igen. Na jó, hát az a helyzet, hogy összehoztunk egy ilyen vicces buildet. Most még túl kell élni egy 6 percig. Az előző ránunk, ahol 3 kihívást is csináltunk egyszerre, az izgalmasabb volt. Ebben az volt a nehéz, hogy nem tudtuk, hogy mi ellen fogunk majd küzdeni. Amúgy ilyen ezzel a Sigma nevezetű karakterre játszani, ilyen vicces buildeket lehet vele összehozni, és néha az a helyzet, hogy a vicces build az már nem is vicces, hanem OP és unalmas. De hát néha kell, néha egy-egy színbe kell egy ilyen vicces build. Lássátok, hogy mit lehet csinálni. Diszkót alul mi nyomja? Ha jól tudom, a Victory Sword. Ja nem, az a Jubilee, az a Greatest Jubilee csinálja. A Greatest Jubilee csinálja a diszkót.
Hát úgy értem, hogy lássátok, hogy ilyen beteg dolgokat is lehet csinálni, úgy értem. Ja, annyit látok, hogy nem kapok X. Ja, mert hogy ugye most galaxisok vagyunk éppen. Big money. Amúgy ez közel se big money. Random always. Hát néha egy kicsit galaxisnak is kell lennünk, srácok. Na hát három evolve is jött gyakorlatilag. Thunderloop, ugye a gyűrűből, a Lightning Ring evolve-ja. Jött a Fuvala Fuvaló, a Ventosakról és a Bloody Tear-nek az upgrade-je és a No Future, a Landtracer-nek az evolve-ja. És van Victory Swordunk, meg Greatest Jubiling. Ennyi. Ú, nagyon sok minden az helyzet, nagyon sok minden, tehát hogy én februárban kezdtem el Vampire Survivors-ozni, és tehát hogy az olyan, mintha a játék alfáját nyomtam volna, tehát ahhoz képest a content, ami most a játékban van, az valami elképesztően beteg. Elképesztően beteg. Na, a Disco of Gold az jöhet. Négy percig megcsináljuk a Big Money-t, hogyha tudjuk. Csak még 3 perc. Én se látom a lootot. Amúgy tényleg nem ér utolabb loot. A pisztolyok, amikor bejöttek, az volt az egyik kedvenc változtatásom. Mert azok brutálisan, a pisztolyokkal játszani, az volt az első olyan érzés nekem, amikor úgy igazán eltörtem a játékot. Ja, sikerül az elején sok revive-ot összehozni, akkor az nagyon jó, igen. Na lassan már csak 2 perc. Lassan már csak 2 perc. Amúgy nagyon, nagyon jobbra megyünk, de erre már úgy sem lesz semmi. Aha, igen, ezen a pályán csak 20 percet lehet menni. Igen. Ez ugye challenge pálya, a challenge pályák meg ugye rövidebbek.
Na, 40 ezer szörnyet már megöltünk. Én ennyit legalább látok a képernyőn. Kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami sokat fog majd damolni ebbe a buildben. Ó, a Soulstone Survivor jó félem. Én a bétáját nyomtam. Meg most, amikor megjelent. Az a helyzet, hogy annyi game van, amit most kéne nyomni, hogy egy kicsit a Vampire Survivors-szerű játékok háttérbe szorultak nálam. De amúgy a Soulstone Survivor az egy jó game. És a Brotétót is kéne maxolnom. Na, srácok, mindjárt vége. Ja, ott a halál. Soszi halál, soszi. Agyon csapott. Azt mondta, hogy ha-ha-ha-ha. Na mi, oppá, bocsánat. Szóval a kardok 24 milliót nyomtak ki. Itt van a Thunderloop 11 millióval, Fuvala Fuvaló 9 millióval, No Future 8 millióval, Soul Solution 3 millióval, ez amúgy nagyon gyengoszt, Greatest Jubilee 4 millió, ugye abban nem is az a lényeg, hogy ő most így mennyit sebez, hanem hogy mit hoz, az a Light Source-okat odahozza, az amúgy nagyon jó. És itt van a 11 milliójával egyébként a Carillo is, a csírék. Az is teljesen korrekt, 11 millió, illetve a Victory Soul 8 milliót hozott, tehát egyébként a izék voltak a legjobbak, a kések, durva. Kések, Thunderloop, és ugye a legtöbb az azért nem éltett versenyben, mert nem a teljes képernyőn sebzett. Thunderloopnak meg nagyon nagy előnye volt. A kések meg ugye forogtam vele jobbra-balra. Meg nagyon sok kés volt, tehát brutálisan sok kés volt. Jó van. Most amit még lehet csinálni, hogy kipróbáljuk az új karaktert. Igazából ennyi. Nem mutathatom nektek, hogy hogy néz ki. Nyomunk vele egy fegyver. Egy fegyver, tojások, hello. Kedvenc pályánkon az Inlaid Library-n. Ez jó lesz. Nem is tudom, mit akarok hozni. Divine Bloodline-t, tessék. Amúgy a hagyma. Hagymát akarok hozni. Mehet egy Ben is a Firewand-ra. Ugye csak akkor sebzünk, hogyha... Mondjuk nem, akkor is sebzünk, oké. Okay. Mehet még egy Ben is a Bibliára. Hagyma az, ami nekünk kell. Az armoros build, aha. A visszasebzés. Rossz se kell. Várjátok, a hagyma az nincs bent, mi? Erre azt tudom mondani, srácok, hogy bravo. A hagymát azt... mizéletük, szíleltük. Így van. A hagyma az szílelve van. Amúgy még egy rune tracert el kéne hoznunk, tehát akkor két fegyveresnek kell nyomni a buildet. Igen. És így. Inlaid Library mehet.
Viccesebb lett volna, hogyha 10. percnél jövök rá. Az biztos. Na ez. Meghalt, noob volt. Oké, ott is van a hagyma. A gyógyulás miatt kell, srácok. A gyógyulás miatt kell. Jöhet amúgy az AOE. Mind három fegyverünknél nagyon jó. Ha, jöhet az armon is. Könyvet ki tudjuk venni, mint plusz item. Pályáról. A nehezítés egyébként a fegyver limitálás abból a szempontból, hogy ameddig nem fejlesztjük fel mindegyik fegyverünket, illetve passzívunkat, igen, addig ugye nem jön a limit breakelés. Tehát a fegyver limitáció egyben egy early nehezítés, a végén pedig egy hatalmas könnyítés, én úgy gondolom. A limit breakeréssel lehet iszonyatosan vicces és beteg ránokat menni. Az a legdurvább, hogy én is csak úgy foglalkozok a játékkal, hogy az újdonságokat megnézem, tehát hogy például azt kérdeznétek, hogy a mit tudom én micsoda, az mikor jött be, meg milyen újdonságok vannak a mit tudom én mióta, hát... Vagy hogy hogyan lehet megszerezni a Szigmát, nem tudom. Ezek olyan dolgok, amikre nem tudom így hirtelen a választ. Hát ugye mindig csak mint aktualitás úgy foglalkozok velem. Jó kis limit breaker, ez cicarán? Attraktor. Ding ding, tehát hármat üt a... fegyverünk. Csilles karakternek vagy? Főleg a zene miatt a háttérben, mi? Ezen a pályán a könyv és a stone mask van lent, illetve a gyűrűk és a metaglió. Prüny, prüny, prüny! Amúgy a Jubilee-t is ki kellett volna hozni. Na mindegy.
mindegy. Által a karmat húzzuk. Világ minden pontjáról szívja be az XP-t. Az a durva, hogy két fegyvernél... Később lesz meg az Evolve, és így az alapfegyverek is fejlődni fognak. Ezt a fejet azért szerettem, mert ha volt elég lákod, és csak fel meg lementél, akkor mindig volt szétverető gyertya tartó, szóval item mindig volt. Azt mondom? A Jubilee miatt gondolkodok amúgy én is a fény izéken. A fényforrásokon. Kedves a játék. Be akar minket bétálni. De én nem vagyok átverhető. Az helyzet a hagyma nem annák bekje miatt kell. Hol elengedhetjük és Soulir Eater-t csinálhatunk belőlem. Mandalabrator. Hagyma. Nyomjuk tovább. A torónál nagyaltam amúgy. Ez a Hidden Lightning Ring amúgy nyomja. Erre a zenére be is lehet aludni. Sikerült is. Konkrétan rám jött a fáradtság. Már azt hettem észre, hogy vissza kell tartanom az ásítást. Olyan zenbe rakott itt a hangoddal együtt, hogy bealudtam. Akkor most lehet, hogy... Á! Ó! Jó ég, mit csinál? Nincs, srácok. Nehogy ott elbóbiskoljatok a melóba. Na, nézd meg, mekkorát robbant rám. Ugrott a macska az elem? Nem az volt a cél. Amúgy movement speedet elhozunk már ennek a karakternek. Úgy megy, mint valami óriás.
Jön egy boss, a 8 perces boss. Hát amúgy egy óriás technikailag. Mennyibe kerül a játék? Drágább, mint volt, tehát nem a 2,4 euró, hanem most már talán 4. Vagy 3. Hát most már drága. Ahhoz képest, hogy milyen olcsó volt. Hát most már drága. Vicces ezt így kimondani egyébként. Ja, és erre még rájön az, hogy valószínűleg karácsonykor, meg most így, hogy őszi vásár van, valószínűleg amúgy le van árazva. Őszi vásár? Akkor mennyi full price a játék? Akció nélkül. Amúgy 5, úristen, 5 euró, hát az már nagyon sok. Az már nagyon sok. Ja, és amúgy igen, a Game Pass-be is benne van, így van. De mondjuk Game Pass-es játék PC-n. Hadd szóljon a korona. Amúgy jó a Game Pass-es játék. Vicceskedem. Ja, amúgy úgy nézett ki, hogy február óta tolom, és a megjelenésig, október, azt hiszem október volt a megjelenés, addig két hetente jött hozzá az új patch, tehát kb. Mindig nyomtam. Most, hogy így megjelent a játék, most így, meg a játék megjelenés előtt ilyen egy-egy hónap volt, amíg nem játszottam. Amúgy igen, a körző nagy alok, hogy az úgy kellene nekünk a körz. Koronával. Jó lesz az, jó lesz majd ennek a karakternek. Skálon mennieket is mindjárt kivesszük. Ja, amúgy nem. A Winget vesszük ki. Winget kell kivenni. Hát ez az XP mennyiség. Viszlát. Hogy szárnya, légy szíves játék. Szárnyak! Na most akkor Brészerben is. De hogyha ez volt a 11 perces boss, és nem Arcanát hozott nekünk, akkor hol van az Arcanánk? Amúgy, haló? Akkor az lenne az? Ez jó, Magnes és oké, plusz damage zone, ez amúgy jó, ez kell. Bár lehetne ennél viccesebb dolgokat is összehozni. Megpróbálunk egyet rollolni.
Na, itt van a sarában, de... Diszkó, igen, és a saraban, de az, az úgy vicces lehetne. Akkor legyen ez, és akkor a diszkót meg majd kivesszük ezután. A 21. percnél. Hát, hogy szárnyak. Szárnyakat akarok, na végre. Valami 12 perces boss, ez, ha minden igaz, csak XP-t hoz. Még mindig itt van, srácok, még mindig nem halt meg. Viszont olyan knockback-et nyomunk rá valamivel, gondolom a Lightning Ring-el. Lassan elérkezünk a limit breakeréshez. De nevérekre egyébként is nagyokat lehet nagybackelni? Aha. Guardian sikerült behúznunk? Ahogy látom, nem. Úgyhogy jók vagyunk. Ha mehet a random always. Jó kis pénze és zsák. Ezt el akartam hozni. Az ez is gyűrűt. Az így nagyon jónak tűnt. Komoly. Jöhetne amúgy egy mágnes. Meg is van, srácok. Maxos gyűrű, már megvan. Ó, hát két Guardian ellen nem akartam amúgy harcolni, de hogyha most már itt vannak, akkor nem baj. Most egyébként lehet afkolni. Lehet afkolni. Igazából, ha a Metagliók meg lenne mindkettő, tehát meg lenne a Metaglió az maxos, akkor akkor tényleg lehetne rendesen afkolni, és akkor még ez a szint lépés állítana meg minket. Megjött a 15 perces boss. Olyan, mint hogyha meghalt volna az egyik Guardian, az lehet? Tudunk? Képesek vagyunk már most annyi damot kiosztani, hogy meghal a Guardian? Vagy csak nagyon ellöptük?
pénzes zsákot kaptunk. Meghalt és tiramisút adott? Ó, oh, tök jó. Jó, 0,01 growth-ot kaptunk. Na hát ilyen a limit breakerés amúgy. Meg ilyen ez a karakter, ilyen ez a build. Haszontalan volt kivenni a szárnyakat, hogyha úgysem megyünk sehova. Pénz. Ami itt durvább lesz, az majd az, hogy berakom majd, hogy legyen pénzünk is, de hát nem tudom, szerintem itt nem tudjuk fenntartani a pénzgyűjtést. Tehát hogy kéne még körzi? Ja, hát a szárnya kellett amúgy, tényleg azt kellett volna állózni. Na még 13 perc. Csak mennyit bírunk, milyen közel jön az ellenfél, hogyha állunk egy percet. Milyen közel jön? Nem. De azt például szerintem biztos nem fog kiderülni, hogy megsebez nekem minket. Ez tuti biztos. Igen. Gyakorlatilag most bármit is tudunk csinálni ez alatt, ameddig itt várunk. Iszok teát. Kéne a másik metaglió meggyűrű. Hát a körz miatt amúgy jöhetnem. Ha valami, akkor azért el lehetne menni. Nagy gameplay-eket, igen, ugye? Nem lehet közben még egy ránt indítani? Elmegyünk jobbra. Csak lesz mágnes valahol. Jött is a mágnes. Olyan gyorsan megyünk, nem tudnak utolérni minket az XP-k. Mindjárt elérünk a soposhoz. Minden populáris szerveren biztos lesznek nagyjuk Zodiac a WoW-ban, így hogy ma este fog megjelenni. Amúgy
Szerintem a... Hát vagy a Rune Tracer, vagy a villámok okozzák ezt a nagy knockback-et. A bossnak csak nem kéne a pályán kívül halnia. Vajon meghalt? Már nem, még él. Nem akarom kilökni a pályáról. A héten bobozás lesz bizony. Na, 21. perc, most fog jönni az Arcana. Most jön az Arcana. Itt én már láttam a denevért. Már láttam, hogy itt van. Aha, ott van. Aha, átment a másik oldalra. Jó. Na, hát akkor mit látunk, amit érdekes lehetne? Hát ez biztos nem. Amúgy a Wiki Season menő. Disc of Gold, aha. Meg ez az Astronomia amúgy. Mágnes miatt. Nézzük meg a Disc of Goldot. Megértem. Hát ez 360-as aranynál, ez asztal. Ha ennek a karakternek rejtett villámgyűrűje van, és úgy van, hogy 8 szintenként fejlődik egy kicsit. Tudom megmutatni. De azt hiszem már elérte a max stádiumot. Az amúgy jó kérdés, hogy lehet-e evolvolni. Szerintem nem. De az kellett volna vennem duplikátort. Lehet egy Stone Maskon például. Megyünk a többi új cucc felé. Aztán jön az első Guardian, aki a jobb oldalon helyezkedik el, de egyébként a más szinten ez a harmadik lesz már. Aki még mindig nem aludt be. Hát az nagyon jól nyomja egyébként, csak mondom. Hát de ez gyakorlatilag valami kihívás, ez az ébren maladó kihívás. Chilles muzsika, lighty gameplay. Keresve se találhattam volna amúgy nehezebbet. Vagy nem alszok be? Hát az előbb már majdnem éreztem, hogy valami lesz. Úristen, úristen, very big, legendás, bum bum bum. Szia Nicike, szia Szeri, szevasztok srácok. Na hát ez rendesen kicsapta a szememből az álmot. Na
ott van a két Guardian, és ott van a Metaglio. Hello. Na. Még 5 perc. Még 5 perc, srácok. Jó, az egyik Guardian meghalt. És a másik is meghalt. Föl és le, és föl és le. Na, megyünk balra is. Most már elég furi működik ez a lögdösődés. Jaj, a banya ránk jött. A banya az ilyen gyors tud lenni, hát mindjárt beakasztjuk. A banya át... Na jó, hát a banya csal konkrétan. A banya át tud menni az olyáktubokon. Hát ez mi, hogyha nem csalás, srácok? A banya csalik. A gyűrű maxosan. Hát eljött inkább a limit breakerés kellett volna választani. Meghalt a banya. Fél perc volt. Szevasztok, srácok. Lassan kezdetét veszi, srácok, a 27. perc. Jön a sok-sok-sok medúza. Ó, hoha. Nem értem meg, srácok, nem értem meg ez a diszkóláz. Nagyon durván nem értem meg. Kétszáznégy, az előbb meg 300. Az aranyláz ezen a pályán nekem nem adja. A bónzomba viszont nagyon jó volt aranylázolni. Szia, Pievo Ágyikó. Messziről láttál csak? Ez szomorú. Én lehet, hogy láttalak, de nem tudtam, hogy te vagy az. Remélhetőleg legközelebb nem csak messziről látjuk egymást. Mint sok úgy más útokkal. Tapasztalom szerint az aranylázós lakos build-el éri meg, ahol sok tereptárgyat lehet szétverni. Ja, ahhoz kell a Jubilee, meg el kell menni a Bone Zone-ra. Jubilee, Bone Zone, HP regen, robbanás, aranyláz aktiválás. Szia, Reni! Hét előtt már el kellett jönnöd, aha. Ja, hát érthető, hogy miért háromra volt szervezve, tehát abszolút érthető volt. Sajnos nekünk is az 5 órára való odaérés, az is egy fél órával megcsúszott, mert éppen hogy befejeztük a TV szerelést, és még ugye kellett keresni parkolót is, szóval nem volt egy egyszerű menet, belvárosba parkolót találni, szombat késő délután. Uh,
Mi volt a hétvégén? Vault-ba találkozó. És a vidéknek is volt a Vault-ba találkozó. Úgyhogy ott voltunk. Már három előtt is kihívás volt? Hát ja, azt elhiszem. Azt elhiszem. Na. El sem hiszem, hogy lassan vége leszem ugye ennek a biednek. Most már legalább tudom, hogy ezt a zenét nem fogom soha többet használni. Kutyán kedvenc helye a Wau. Köszi Konar. Köszi szépen. Köszi szépen. Ez jó volt. Jó volt amúgy nagyon a hely. Na, még fél perc. De... Örültem egyébként, hogy új arcokat is sikerült megismerni. Például Tyap-tyapot. Például Tyap-tyapot is. Ja, nekem is első volt a... Első alkalom volt a Vault-ban. Zenével kapcsolatos gondolatod egyszerűen tökéletes, ugye? Na, srácok, nagyon örülök. Tehát örülök, hogy ez az utolsó ránom, örülök, hogy vége van a ránnak, annak is örülök, hogy sikerült, és annak is, hogy ezt a zenét többet nem rakom be, mert gyakorlatilag az első 5 percben még izgalmas és érdekes volt ez a koncepció, hogy így játszunk, viszont utána már így, hát altató. Én már nem akarom, hogy én is elaludjak, meg hogy ti is elaludjatok. Megnéztük amúgy, hogy milyen az új karakter, ott van 6 Lightning Ringet szerzett be, és úgy van, hogy 8-at tud összeszedni, ezek Hidden Lightning Ringek, nem tudom, hogy a duplikátorral evolválnak-e, de ott van egyébként. Minden 8. szintnél kap egy Lightning Ringet. És úgy is működik, hogyha eltalálnak engem, ha HP-t veszítek, akkor szintén támad egyet a Lightning Ring. Hát annyit sikerült összeszednünk, hogy a Sigmának meglett a Tiny Bridge, ennek az új karakternek az Inlaid Library, és voltunk egy Gallót is a Galló Tower-on. Úgyhogy kimaxoltuk a játékot, ha eljövök ide megnézni az achievementeket, akkor azt láthatjátok, hogy megvan minden, tehát hogy itt mindegyik világít, és itt azt írja, hogy 100%, tehát újra 100% voltuk a játékot. Hogyha ki akarjátok majd maxolni a sealed, készüljetek fel, hogy ez nagyjából 1 millióba kerül, és mutogattam nektek az újdonságokat az 1.1.2-es update-tel kapcsolatban, az meg sok quality of life frissítést fog hozni. Mivel azt megnéztem, ha megjön, megint az új update, akkor megmutatom nektek, de nem hiszem, hogy fogunk menni egy kört, mert hát hogyha csak annyi jön, ha csak annyi minden jön, amit ott láttunk, tehát content update nem, csak quality of life-os változtatás, akkor nem fogok menni egy ránt sem. Csak elmondom nektek, hogy mi az újdonság. Ez a szíl amúgy jó lett, tetszik, és tetszett egyébként az új pálya, mert nem azt mondom, hogy ilyen még nem volt, mert hogy ilyen egyébként az Inlaid Library is, csak a Tiny Bridge az még szűkebb. Ez még szűkebb. Úgyhogy kaptunk egy ilyen, hát ilyen Onit, ilyen démont. Ja, tök jó. Ez volt az első nagy update a megjelenés után.
Úgyhogy, srácok, ennyi lett volna a Vampire Survivors, és content ezzel kapcsolatban még mindig lehetne. Mármint, hogy én még mindig tudnék ebből a contentet csinálni, úgyhogy nem jön update. De most sok dolog van, amit szeretnék befejezni, szeretnék a végére pontot tenni, úgyhogy ha a Vampire Survivors nem is hanyagolom el, a többi ehhez hasonló játékot egy kicsit igen, szeretnék végezni a végigjátszásaimmal a Potion Permittel, a Miles Morales-zal, a Dying Light-tal, a Dungeon Siege 2-vel, WoW-ozni is fogunk idén, ugye már holnap fog megjelenni a kiegészítő. Mi az, ami még lesz idén? Marvel's Midnight Sun, Need for Speed, High on Life és a Witcher is, szóval hát ilyen végigjátszások mellett sajnos ezekre az indie gémekre nem mindig jut annyi idő, mint ami jutott évközben. De a Vampire Survivors az számomra egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ez mindig vissza fogok térni, hogyha jön valami hozzá. Remélem tetszett nektek ez a patch átnézés.